Üzletemberek a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében. Itt találkozhattak a Georgiából érkezett cégek képviselői, baranyai vállalkozások képviselőivel. A grúziai, vagy ma már hivatalosan georgiai delegáció turisztikai, borászati, gazdasági társaságokat képviseltek, akik a helyi borokkal is megismerkedtek látogatásuk során. Nagyon meglepődtünk, mert nem tudtuk, hogy itt Magyarországon ennyire jó borokat tudnak előállítani. Azok a borok, amiket kóstoltunk, nagyon ízlettek nekünk. Meglepően magas és jó minőségű nedvük ezek. Tárgyalások kezdődtek a magyar borok exportjáról a georgiai cégekkel, illetve nagyon jó kapcsolat alakult ki Pécs és a georgiai Tel Aviv városa között, ahonnan felkérés érkezett a testvérvárosi kapcsolatok elindítására. Most 8 céggel érkezett ide a georgiai delegáció, ők már elkezdték kiépíteni a kapcsolataikat az itteni cégekkel. Remélem, ehhez más cégek is csatlakoznak mind a két országból, és nem csak a turizmus és borászat területéről. A baranyai delegáció még februárban járt Georgiában. A borászati szőlészeti együttműködés az a terület, amely adja magát, hiszen Baranya megyében és Grúziában is fontosak ezek a tevékenységek, mondja a helyi iparkamara bizottsági tagja. Georgiában is elég erős a bortermelés. Lényegében ők 8000 éves múltat tartanak számon a bortermelésben, és gyakorlatilag nálunk is ebben a régióban azt gondolom, hogy az egyik húzó ágazata a turizmusnak a borturizmus, úgyhogy ebben a tekintetben sikerült azért kapcsolódási pontokat találni. De megismertetik őket a helyi termálturizmussal, megyei attrakciókkal. Emellett a Pécsi Egyetem Szőlészeti Kutatóintézete georgiai fajtákkal bővítheti állományát, ennek az együttműködésnek köszönhetően, mondja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalom fejlesztési bizottságának tagja.